Üdvözlöm Önöket! Nagyon különleges helyszínen vagyunk, talán Önök is megismerték, ez az Uránia Nemzeti Filmszínház, ugyanis Budapest ad otthont a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének kongresszusának. A mai adásban különleges filmes témákkal várjuk Önöket, világnapokról fogunk megemlékezni, többek között a Táncvilágnapjáról, a Cirkuszvilágnapjáról, de természetesen lesznek a Szeli című nagyjátékfilmből interjúnk is, úgyhogy tartsanak velünk, tudják, ez a Svenk, csak magyar filmekkel foglalkozunk. Én Zavaros Eszter vagyok. Végre bemutatásra került a Szeli című nagyjátékfilm. Az előző adásunkban Csonka Eszterrel, a film női főszereplőivel beszélgettünk. A mai adásban azonban Túrós György személyedzővel, a film másik főszereplőjével beszélgetünk majd. Drukkoljanak a film elindult fesztivál körútjára. És következnek a hölgyek. A tét a világbajnokságon való részvétel. Nézd rám. Te vagy a legjobb. Mint később megtudtam, nagy műgonddal odafigyeléssel válogatta Keszti mellé egy férfi főszereplőt. Egy olyan embernek kellett lennie, aki ugye volt testépítő, és ez látszik is rajta. És akkor mások mellett megkerestek engem is, pont a konditeremben kerékpároztam, és akkor kaptam egy messenger üzenetet, hogy van egy magyar film, ha érdekel, akkor telefonáljam vissza, vagy szóljak vissza. Visszaszóltam, hogy persze érdekel. Akkor felhívott egy hölgy, hogy menjek be egy castingra, akkor bementem a Focus stúdióba, és akkor ott volt a rendező, a casting direktor, stb. Megnéztek, el kellett játszani néhány jelenetet, mondták, hogy jó, van, ügyes vagy. Gondoltam, hogy soha életemben nem voltam castingon, semmilyen castingon, úgyhogy gondoltam, hogy jó, az ennyi volt. Nagyon furcsa volt, hogy 8 ember bámul rám, és egészen közelről meregetik a szemüket, hogy itt bűvészkedek ott. Aztán elmentem, gondoltam, hogy ez ennyi volt, és akkor egyszer csak megcsörrent a telefon, hívtak, hogy vissza kéne menni callbackre, hogy már csak ketten maradtunk, és akkor el kéne ezt dönteni. Akkor bementem, akkor már több jelenet volt, és akkor rá pár napra hívtak, hogy akkor szeretnék, hogy én legyek. Az a profizmus, ami átadotta az egész filmkészítést, az, hogy tényleg minden idegszállat megfeszítve, mindenki arra koncentrál, hogy ebből valami jó dolog szülessen, minden beállítás, minden fény, a párbeszédek, stb. Tehát fölvenni még egyszer, jó megcsinálni. Tehát ez nekem nagyon, nagyon tetszik. Ugye ezt párhuzamba tudjuk állítani a verseny felkészüléssel vagy a sporttal. Ugye 1995 óta vagyok személyedző. Több világbajnok tanítványom van, különböző sportágokban, meg Európa bajnokok, tehát van bőven eredmény. Versenyzőként nem tudtam nagyot alkotni, edzőként viszont igen. Itt jön ma majd a filmben egy érdekes párhuzam egyébként, mert én nem szeretném, nem a versenyzőim által szeretném az én általam nem megélt élményeket elérni, viszont a filmbeli karakter nem biztos, hogy így gondolja. Hát nem akarok spoilerezni a filmből, de olyan dolgokat, amiket Ádám megtesz a filmben, akár magával, akár Edinával, akár egyéb dolgokat, én azt mind Túrós György, én azt nem tenném meg, nem tettem meg, és nem is tenném meg. Számomra egy embernek a történetéről szól. Az nagyon érdekes egyébként, hogy ami nekem meglepő és új volt, és nagy élmény, hogy ugye ez a művészet, amit a filmkészítésnek a művészete, a forgatókönyv, illetve hogy át tudják adni a nézőknek a forgatókönyvben elképzelteket, hogy egy-egy utalással vagy párbeszédből, egy-két mondattal lehet következtetni egy embernek akár az egész múltjára, vagy a szüleivel való kapcsolatára, egyéb nexusokra, és számomra ez volt lenyűgöző, hogy tényleg be tudják mutatni egy rövid 93 percben egy embernek tehát egy embernek a szörnyű történetét, ami megtörténik vele, mindenféle véres jelenet nélkül. Én szerintem a legfontosabb az, hogy ez a történet, ez igaz is lehetne. Tehát ugye ez egy fikció, tehát nem Esztének az életéről szól, de olyan ember, mint aki a filmben Edina, olyan ember létezhetett, vagy létezhet is. Tehát ez egy igaz történet, ennek a lehetne igaz is ez a történet, és ezért érdemes megnézni, hogy tényleg mi történik egy emberrel, egy női versenyzővel, egy ilyen élethelyzetben. Teljesen készen állsz. Csodálatos vagy.
A Magyar Film Napját 2018-tól ünnepeljük meg április 30-án annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült a Tánc című alkotást. A filmünnep idén sem maradhat el. Ebből az alkalomból filmszínházak, forgalmazók, művelődési házak, tévécsatornák tisztelegnek a magyar film nagy korszakai, valamint azon kiemelkedő tehetségű filmalkotók előtt, akik hazai vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet. A Nemzeti Filmintézet Filmió nevű oldalán 6 legendás klasszikus lesz nézhető ingyenesen. A Vizsga, mely Bergendi Péter és Köbli Norbert fordulatos ügynök thrillere, ami műfajt teremtett. Látható egy hasonlóan izgalmas dráma, a Foglyok, de a könnyebb műfaj kedvelőinek elérhető lesz az Egészséges erotika, ami a szocializmus nevetséges anomáliájának paródiája Timár Péter rendezésében. A romantikát a Szerelem első vérig, az animációt a Habfürdő, a vígjátékot pedig a Legény anya képviseli. Itt a Hír TV-n pedig az egyik legnagyobb magyar klasszikus, a Hippolita lakály lesz látható május 1-én 13 órától. Önök tudták, hogy 2007 áprilisa óta minden évben megünnepeljük a Cirkusz Világnapját? Ennek apropóján hadd ajánljam figyelmükbe a Filmion megjelent 1980-ban forgatott Cirkusz Maximus című filmet. Ha esetleg nem hallottak volna a filmről korábban, a főbb szerepekben Revicki Gábor, Bács Ferenc, Páger Antal, Margitai Ági is látható. Érdemes lesz megnézni. Gyermeksorsok és életutak a nagy háború után. Ez volt a valahol Európában Radványi Géza immár klasszikus filmje. Egy 1981-es filmről van szó, amit Radványi Géza rendezett. Az a Radványi Géza, aki a magyar filmtörténet meghatározó alakja, az egyik legnépszerűbb rendező, vagy az egyik legismertebb, híresebb rendező. És nem csak azért híres, mert Márai Sándor testvéréről van szó, hanem azért, mert egy egészen egyedi hangot hozott be a magyar filmbe, és a legértékesebb filmeket, bizonyos időszakokban a legértékesebb filmeket készítette. Ha 1947-ben, amikor a Valahol Európában leforgatta talán minden idők egyik leghíresebb magyar filmét, hogyha ezután a film után ő nem emigrál Magyarországról, akkor hihetetlen nagy jövő várt volna rá itt az 50-es évek végén, vagy a 60-as évek elején, de ő úgy döntött, hogy elmegy, mert látta azt, hogy a magyar film egy nagyon rossz irányt vesz, a sematizmus irányát az 50-es évek elején, vagy 40-es évek végén. Radványi mindig is nagyon érdeklődött a magyar filmesek iránt, és tulajdonképpen a 70-es évektől kezdve ő folyamatosan visszajött Magyarországra, és mindig érdeklődött az egykori kollégái, az újak, a fiatalok iránt. Ő alapvetően nagyon szerette a fiatalokat, mindig jól érezte magát, hogyha fiatalokkal veszi magát körül. És így jött az az ötlet, hogy a 70-es évek végén, amikor már egyre több filmfesztiválon, filmes rendezvényen, eseményen jelen volt Radványi, a tanácsaival, a részvételével, az érdeklődésével, akkor jött az ötlet, hogy egy filmet készítsen. Ez azért nem volt nagyon különleges dolog már akkor, hiszen mivel a magyar filmgyártás története tele van emigránsokkal, törvényszerű volt, hogy ezek közül az emigránsok közül néhányan hazajönnek Magyarországra, és újra filmet készítenek. Így volt ez a 70-es évek elején is, amikor Székely István eljött és megrendezte a 34-es nagy sikerű filmjét újra, a Lila Akácot, 1972-ben, immár színesben, sztereó hanggal, teljesen új köntösben. Radványi is szeretett volna megint berobbanni, vagy megint megmutatni, hogy még mindig fönn van a páston, és még mindig aktív. És egy olyan ötletével jött elő, ami a 40-es évek végén egy dédelgetett régi terve volt, a II. Világháború kataklizmájáról szólt, de természetesen ez is hasonló módon valahol Európában hoz egy olyan egyedi környezetben játszódik, ami nem a közvetlenül, nem a háborúval van összefüggésben, hanem egy teljesen polgár, teljesen békés, civil közegben játszódik. Ennek a hatás tanulmányára készült ez a film is, meg a Valahol Európában is. Ugye egy közösségről van szó, és azt nézi, hogy a háború milyen pusztításokat végez az emberi társadalmakban, az emberi személyiségekben, lelkekben.
Ez a film is, a Circus Maximus is erről szól, és évtizedekkel később volt csak alkalma tehát, hogy ezt megrendezze. De nagyon érdekes, mert gyakorlatilag ugyanúgy egy ilyen vándortársulat, egy ilyen road movie-ról van szó, egy olyan filmről, ami A-ból B-be eljut, és különböző helyeken játszódik, ahol éppen ez a vándortársulat, ez a hazátlan, ez a gyökértelen, otthontalan társulat éppen tanyát ver, ideiglenes tanyát. A filmjében régi és új szereplőket is válogatott, illetve egykori kollégái közül például Páger Antal az, akinek egy fontosabb szerepet adott. Págerrel már a 40-es években nagyon sokat dolgozott együtt. Az újaknak is adott lehetőséget arra, hogy megcsillogtassák a tehetségüket, és ezeknek az újaknak óriási nagy jelentőségű volt, hogy Radványival, a nagy Radványival dolgozhatnak együtt. Margitai Ágiról van szó, Máté Gáborról, és természetesen sok más olyan figuráról, amelyeknek a megjelenése egy kicsit a Fellinire emlékeztet, ezek a különleges, érdekes emberek, ez az egészen speciális világ, ami maga a cirkusz, maga a háború borzalmas időszaka, és maga az akkori Magyarország. Április hónapra nem csak a cirkusz világnapja, hanem a tánc világnapja is esik. 40 éve ünnepeljük már. Az Életem filmjei sorozatunkban ennek apropóján Juronics Tamással beszélgettünk, de most nem a táncról, hanem a kedvenc filmjeiről. Szerintem a filmművészet az egyik legösszetettebb és legtöbbet mondó művészeti ág, és színpadi emberként is azt gondolom nagyon hasznos, hogyha az ember nézi a filmeket, ugyanakkor nagyon nagy hiányom van ebben. Tehát pont azért, mert én magam is ugye a színházban esténként dolgozom, meg hát sokat dolgozom, ezért nagyon ritkán tudok moziba menni. Szeretem az olyan filmeket, amik megérintik a lelkemet. Tehát az a legfontosabb, hogy valamilyen olyan hatással tudja kijönni, ami megváltoztat engem, amitől más érzésekkel jövök ki. Sok ilyen filmet láttam nyilvánvalóan a múltban. Nyilván nagyon sok külföldi filmet néztem, és azok között volt pár olyan, ami fiatalkoromban nagyon nagy hatással volt rám. Ezek közös mondjuk a legnagyobb hatással a Brazil című film volt egyébként még 85 környékén, ugye Terry Gilliam filmje. Ami szerintem a mai napig egyébként még bizonyos képeiben hat, akár az alkotásaimra is. Ha van szabad időm és látok mondjuk lehetőséget mozira, akkor általában magyar filmet keresek, aminek egyébként a legnagyobb oka az, hogy ugye nagyon sok barátom van a magyar filmekben ismerős, és őket szeretném látni ezekben, hogy mit alakítanak, milyen új arcukat látom. Kicsit visszagondolok, akkor nyilván nagyon érdekes és nagy hatású film volt szerintem a Control, aminek a formanyelve, a szimbolikája könnyen értelmezhető, ugyanakkor nagyon komoly mélységeket is tudott adni. Én nagyon szerettem azt a filmet, és egyébként érdekes, hogy Csányi Sanyi ugye abban már egy érdekes új arcát mutatta meg az egyébként más filmekben látható arcához képest is. Ennek kapcsán most eszembe jut egy másik film, amiben meg aztán abszolút revelatív, amit tőle láttam, ez az Örök tél című film, amiben ő alakítása volt szerintem a legjelentősebb, és nem csak azért, mert Sanyitól más arcot látunk, hanem önmagában egy olyan alakítás, egy olyan igazi férfi ember attitűdöt mutat meg, ami nekem nagyon szimpatikus volt ebben a filmben. Megnéztem most nem is olyan régen az El a kezekkel a papámtól című könnyed és kedves, szinte fiataloknak, leginkább gyerekeknek szóló dobókat a filmet is, aminek az egész világa és az a terv, amit szeretett volna létrehozni, azt szerintem látható ebben a filmben. Az a szándék az nagyon szép, hogy egy mesevilágba helyezzünk egy történetet, amelyben mégiscsak magunkra ismerhetünk, vagy olyan családi viszonyokra, amik egyébként ebben a mai társadalomban létezőek, és ezekre egyfajta megoldást is kínál, úgyhogy egy szerethető film. Ami még nagyon megragadott engem, egyrészt a képi világa miatt is, az egész hangulata miatt, egyébként a zene miatt is, ami alatta szólt, és az alakítások miatt is, az Újmészáros Károlynak a X a rendszerből törölve,
az a film, ami szerintem egy kifejezetten izgalmas világot ábrázol, miközben teljesen naturális, ahogy úgy mondjam, közben mégis van benne egy olyan érzés, egy olyan csavar, amitől az ember egész végig izgalomban tartja, feszültség alatt tartja, és egy igazi krimivé tud válni, úgyhogy nagyon szerettem is Balsai Móni alakítását is. A humor a filmekben, de akár a színpadon is mondhatnám, az egy speciális dolog. A humor ugye az nagyon különböző embereknél, és olyan filmet találni, vagy olyan pillanatot, ahol egyszerre nevet az egész nézőtér, az nagyon ritka. Egyébként pont a Nagy Karácsony című filmben is voltak olyan pillanatok, amikor valóban azt érezte az ember, hogy azt mindenki nevet, és az jó. Úgyhogy a humor szerintem az elengedhetetlen, még a drámában is kell, hogy legyen a oldás egy adott pillanatokban, de a filmes humort megteremteni az egy egészen nehéz dolog. Szerintem a színpadon ezt sokkal könnyebb megtenni, hiszen ott mindig van reakció. Tehát a színésznek a tempójában az létre tud jönni, a filmen pedig ez sokkal nehezebb mód. Vagy sikerült leforgatnod, vagy pedig már nem tudod, hogy annak mi lesz a végeredménye. Hatvan év után ismét Budapest ad otthont a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége kongresszusának. Budapest az utóbbi években az egyik legfontosabb filmes lokáció és helyszín lett a külföldi filmesek számára is. Ennek apropóján Rádu Györggyel beszélgettünk. A Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének az éves kongresszusán vagyunk, amit 61 év után ismét Budapesten rendeznek meg. Ez egy óriási dolog, hatalmas eredmény. Egyébként ez az elismerése is annak a rendkívül jelentős munkának, amit 2017 óta a Nemzeti Filmintézet részeként folytat a Filmarchívum. Úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra az, hogy vendégül láthatunk 240 nemzetközi filmes szakembert, akik mind a filmmegőrzéssel, a filmrestaurálással és a filmörökségeknek a terjesztésével foglalkoznak. Több mint 100 jelentős intézmény érkezett a világ minden tájáról azért, hogy a filmarchívumok legégetőbb problémáiról eszmecserét folytassanak. Ezt a találkozót egyébként 1938 óta minden évben megrendezi a szervezet, de hát ugye tudjuk, hogy két éve a pandémia miatt ez nem volt lehetséges, tehát az elmúlt két évben ezek a kongresszusok elmaradtak. Most jelenleg a téma, a kongresszus fő témája a nem játékfilmes tartalmaknak a feldolgozása, megőrzése, gyűjtése és megosztása. Gondoljunk bele, hogy a játékfilmes tartalmak egy filmarchívumnál maximum 5-10%-ot tesznek ki a gyűjteményből. Ugye a Magyar Nemzeti Filmarchívumban közel 70 ezer cím található, ennek legalább a 95%-a nem játékfilmes tartalom. Mik ezek? Filmhíradók, reklámfilmek, intézményes filmek, dokumentumfilmek, animációk, rövidfilmek. És ezt mind fel kell dolgozni, és meg kell mutatnunk. Ez a mozgóképes örökségünknek a legfontosabb része. Ezeknek a segítségével meg tudjuk mutatni a saját történelmünket, hiszen a játékfilmes tartalmak mindig egy fikció mentén, dramaturgia mentén készített műalkotások, míg egy filmhíradó, egy dokumentumfilm sokkal jobban tud számot adni, bemutatni egy kor sajátosságairól. Technikai gyártóknak is kiállítási lehetőséget biztosítunk, és olyan új technológiák érkeztek ide a budapesti kongresszusra, amelyeket korábban nem ismertünk. Figyelmébe ajánlom mindenkinek azokat a filmdigitalizáló berendezéseket, amelyeknek segítségével most már nem csak a digitalizálás válik, hanem a filmszalagok kutatása, olyan adatoknak a beazonosítása, a filmszalagoknak az olyan karakterisztikáinak a rögtön azonnali beazonosítása történik ezeknek a gépeknek a segítségével, amihez korábban több napos emberi fizikai munkára volt szükség. Sokszor egy restaurálásnál nem csak, hogy több kópiából készítenek egy végleges változatot, hanem többféle nyersanyagból. Tehát van úgy, hogy az eredeti kamera negatívból, ami ugye a legfontosabb nyersanyaga egy filmnek, hiányoznak olyan részek, amelyek csak mozikópiákban maradtak fönn, akár adott esetben kis picike kockák. Vagy az egyikben megsérült már, a másikban meg még a sérülés előtt készült a másolat róla. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos információk, és így lehet elérni azt, hogy nagyon hosszas, kitartó és fárasztó nyomozás emberi, humán erőforrást igénybe vevő nyomozás helyett a gép végezzel ezeket a beavatkozásokat, meg ezeket a felméréseket.
És ez nagyon fontos az ilyen mindenfajta restaurálás szempontjából. A kongresszus számunkra azért nagyon fontos, mert a Nemzeti Filmintézet, Filmarchívum és Filmlabor igazgatósága együtt meg tudja mutatni a nemzetközi szakmai közönségnek, hogy milyen jelentős munkát végzünk a magyar filmörökség megőrzésében és restaurálásában és a közönséghez való eljutatásában. Ez az esemény ismét a magyar filmre irányítja a nemzetközi fókuszt. Ez volt a Schwenk, de ne legyenek szomorúak, mert jövő héten is ugyanígy találkozhatnak velünk itt a Hír Televízión. Addig pedig nézzenek sok jó magyar filmet, videóinkat, nézzék vissza a YouTube-on, és persze találkozzunk jövő héten is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!